És akkor üdvözlök mindenkit, engedjék meg, hogy bemutatkozzak. Én Pércsi Korné vagyok, és hát mostani alkalommal erről a Scribus nevezetű programról beszélnek egy keveset, próbálnám bemutatni. Régóta nyomdába dolgozok, tulajdonképpen van három nyomdaipari szakmám, amik közül sajnos az egyik már kihalt szakma. Ami érdekesség az, hogy nem mintha olyan öreg lennék, csak annyit fejlődött az utóbbi 10-20 évben a technika, illetve a nyomdaipari technikák, programok, hogy gyakorlatilag azt a fajta munkát már igazából nem végzik Magyarországon, legalábbis tudomásom szerint nem. Ami miatt próbálok én erről a programról most egy kis bemutatót tartani. Lehet, hogy ismerik, lehet, hogy nem, hanem akkor kint a strandon meg lehet majd esetleg tekinteni. Van egy többségében Ubuntu Linux-szal foglalkozó magazin, ez a Full Circle magazin, illetve van egy másik kis japán témával foglalkozó magazin, aminek a szerkesztését már régóta én végzem, illetve koordinálom. Ennek a munkának a lényegi része tulajdonképpen ebben a Scribus nevezetű programmal készül, maga a magazin szerkesztése és előállítása. Pár szót azért, ha már a kihalt szakmát szóba hoztam az elején, ugye annak idején, amikor én kezdtem, akkor hát nekünk még az első szakma, amit tanultam, az az volt, hogy kéziszedés, az tulajdonképpen azt jelenti itt a képen, amit láthatok, ilyen ólombetűkből raktuk össze a készítendő kiadványnak a szövegét, betűnként, egyenként, kicsit hosszadalmasan, de működött a dolog. Aztán egy picikét tovább lépve ezen annyit változtattak, hogy készítettek ilyen csodálatos nagy gépeket, ami hát egy írógép billentyűzeten le kellett írni a szöveget, soronként ólomból kiöntötte magát, ami nyomtatandó szöveg, tehát nem betűnként kellett szedni, akkor már soronként, ez viszonylag nagy segítség volt. Ami után annyit fejlődött a dolog, hogy időközben nyomtatási technika is változott ehhez, annyit kellett változtatni a technikán, hogy amit a kéziszedő, illetve ezzel a sorszedőgéppel megcsináltak szöveget, ez készült róla egy papírnyomat, azt lefényképezték, az került tovább a nyomólemezre, amivel nyomtatták a kiadványt. Most ez ugye annyit változott, hogy számítógépek előkerültek, akkor már eleve ugye papírra tudtak nyomtatni lézernyomtatóval, az volt tovább felhasználva, és ugye igazából itt kerültek elő azok a bizonyos programok, amiket lehet használni kiadványszerkesztéshez, szövegszerkesztéshez. Egy érdekesség a dolognak, hogy amit használni kéne programokat, amit hogyha meg kell venni, akkor a melléklet alapján azért elég szép árak vannak, és ez mindegyik csak egy átlagos alap programkiépítésnek az ára, tehát több százezer forintba kerül egy-egy ilyen beruházás. És hát ahhoz, hogy ezt a magazint, amit az elején említettem, mi is tudjuk csinálni, hát nem igazán volt arra ennyi pénz, hogy ilyen programot vegyünk hozzá, úgyhogy keresgéltünk, milyen megoldások vannak. Találtunk is egy párat igazából, ami hasznos, az a Tech program például, de az eléggé ilyen programozó stílusúnak tűnt, tehát sok mindent kellett volna tanulni hozzá az eddigi ismeretek után is. Viszont megtaláltuk közben ezt a Scribus nevezetű programot, ami most már mondhatom, hogy egész jól és kényelmesen használható. Röviden annyit magáról a programról itt végiglapozva, ha valaki használt már szövegszerkesztőt többségében, illetve a többi programhoz képest is nagyon hasonló, ugye a menü felépítése, nyilván a szokásos menük, file menü, oldal, nézet, egyéb plusz dolog, ami itt a munka során szükséges hozzá, annyi a különbség. Több dolog van, gyakorlatilag az oldalkezelés miatt, illetve hát a grafikai dolgok miatt vannak egyéb kiegészített menük magába a programba. Van egy nagyon érdekes dolog, kiadványszerkesztő programhoz képest, ugye a szövegszerkesztőt, amit általában azért nagyon sok ember használ,
ahhoz képest egy nagyon kedvező és előnyös dolog. Például itt az alsó részen látható a képek kezelése, ugyanis programba oldalak belhelyezett grafikák képekről tud egy olyan listát adni, ahol meg is tekinthetjük, hogy milyen grafika van bent, illetve ha probléma van benne, akkor ki lehet cserélni, lehet keresztetni megfelelő grafikát hozzá. Illetve, hogyha valamelyik hiányzik, akkor ugye itt lehet megnézni, hogy melyikkel van probléma, hogyan lehet azt elérni, illetve kicserélni másikra. Ami miatt ez az előadás végül is létrejött, hogy én legalábbis azt mondom, hogy ezt a programot most már lassan a profi programok közé sorolhatjuk. Mondom ezt azért, hogy nyomdai szempontból, tehát kimondott nyomdai felhasználásra is nagyon sok esetben már használható. Hozzá kell tenni, hogy amikor kezdtük a Full Circle magazinnak a szerkesztését, hát elég macerás volt, voltak benne problémák, hogy mikor, mennyire lehetett ezt könnyen használni, kezelni. Ami magának a programnak a működése, lényege, ez egy oldal az egyik magazinból. Tulajdonképpen itt ugye látunk fejlécet, négy hasábos szöveget, egy képet a közepén, a képet valamilyen módon körülveszi a szöveg, és tulajdonképpen ezek azok a hasznai, illetve előnyei ennek a programnak, ami miatt nagyon könnyen és nagyon jó használható már most is kiadványszerkesztésre. Ugyanis bármi, amit magán egy ilyen oldalon el akarunk helyezni, ezt mindet valamilyen keretbe kell tenni. Tehát van valami befoglaló keret, ami tartalmazza akár a szöveget, akár a képet, és könnyen mozgathatók az oldalon. Nagyon könnyen meg lehet csinálni azt, hogy például a szövegnél, akár ha így a négy hasábos szöveget megnézem, és mégis változtatni kell rajta, nagyon könnyű átállítani, hogy egy vagy három hasábos legyen. Illetve a képekkel elég könnyen lehet dolgozni. Itt a következő ábrán, ami a felső részen látszik, van egy kép körül egy olyan keret, ami rálóg a szövegre. Ez tulajdonképpen ez az, ami magát a képet tartalmazza, a keret, azon belül van a kép, illetve az alsó részen van egy másik, kicsit több pontból álló keret, ugyanis lehet egy úgynevezett kontúrvonalat adni egy képnek, illetve egyéb objektumnak is, majdhogy mindegyik keretnek lehet ilyen dolgot adni, ami meghatározza például azt, hogy a szöveg az hogy vegye körbe, hogy tudjon hozzá közelíteni. Akár azt is meg tudom csinálni, hogy ugye ez a keret rálóg a képre, amitől maga a kép még látszik, de a szöveg az éppen belefolyik a kép fölé. Itt a következőn ugye a tulajdonságai, nagyon sok mindent külön-külön be lehet állítani, akár egy képnél, akár egy szövegnél, akár bármilyen objektumnál, amit felhelyezünk egy oldalra. Itt ugye éppen azt mutatjuk, hogy a szöveg ezt a képet a kontúrvonala körül veszi körül, illetve hát a tulajdonságokra szövegnél, illetve egyéb dolgoknál színeket lehet, kontúr, illetve kitöltőszint, átlátszóságot meg lehet adni neki. A mellette levő ábrán a szöveg tulajdonságai nagyon részletesen betűtípus, betűméret, sortávolságok, színeket, egyéb hatásait, a szövegnek az igazításait, ami miatt szintúgy ugye a profik közé használható vagy sorolható most már ugye optikai margok használata kezeli azt is, betűközök, betűtorzítás, bár az nem túl szerencsés így nyomdai szempontból, mert nem illik, hanem hozzá megfelelő betűt illenék választani, de a lehetőség megvan rá. Illetve ami viszont nagyon-nagyon előnyös dolog, és ez az egyik ilyen tulajdonság, ami nekem már az elején megtetszett, ugyanis ez már a legelső változatokban is működött és használható volt, van egy úgynevezett gyűjtőalbum. Ugye ez tulajdonképpen arra szolgálna, mint a vágólap, amit használunk, avval a különbséggel, hogy amit kimásolunk, az megmarad rajta, és nem csak az az egy, amit éppen aktuálisan kimásoltunk, hanem több is elhelyezhető. Illetve, hogy itt a másolt elemek alatt van egy
FCM állandóknak elnevezett hely, ugye ez a magazinnak a szerkesztéséből lett ki máshol ez a kép. Ide külön kijelölt objektumokat, akár egy egész oldalt, akár csak szöveget, akár képet ki tudok másolni úgy, hogy nem kell nekem külön elmenteni, viszont ha a programot bezárni és legközelebb újraindít, csinálni a következő kiadást például, akkor ezek megvannak, elérhetők. Érdekesség gyanánt, tudomásom szerint a InDesign nevezetű elég drágának mondható profi kiadványszerkesztő programban most már van hasonló funkció. Ebben a Scribusban már régóta elérhető. Másik ilyen nagyon hasznos dolog, ami szintúgy ebben a programban működik, és ugyancsak meg kell mondani, hogy a komolyabb profi kiadványszerkesztő programokban ebben a formában nem elérhető a dolog, ugyanis képeknek különféle effektus lehet adni. Sokszor előfordult munkánk során is az, hogy volt egy kiadvány, belerakták a színes képet, viszont nem színesbe, hanem szürke ajánlatosba kellett volna. Vagy akár a fényességén, világosságán állítani kellett volna, mert túl sötét volt a kép, főleg, hogy a szürke ajánlatra át lett alakítva. Most ez az egyéb programoknál megoldható, úgy, hogy külön programban megcsinálom, megigazítom a képet, ahogy kell, elmentem a képet, és újra betöltöm, illetve hát ugye a program magától betölti ugyan a helyére, ha ugyanazon a néven van elmentve, de kell valami plusz segédeszköz, amivel ezt meg tudom csinálni. Most ebben a programban itt elég sok effektet lehet csinálni úgy, hogy nem kell külön programot használni hozzá, külön elmenteni a képet, hanem azon a képen, amit éppen oda beraktuk, azon meg lehet ezt igazítani, és ugyanúgy lehet használni. Érdekessége például kétszínű, háromszínű, duplex nyomatos képek készítéséhez sem kell külön a képet átszerkeszteni, hanem itt ebben át tudom színezni, és tudom tovább használni. Tehát ami itt a képen látszik például, ami még egy ilyen jó tulajdonsága a programnak, hogy szöveghez ugye stílusokat lehet beállítani. Itt is ugyanúgy, ahogy az előzőekben a szövegbeállításoknál nagyon sok mindent, betűtípust, méreteket, mindenféle torzítást lehet, és utána csak a stílusokat kell használni. Jelenleg a 1-4-es változatban betű, illetve bekezdés stílusokat tudunk használni. Ami a következőkben fejlesztés lez, illetve ez ügybe kedvező dolog, hogy nem csak ezt a két stílust, hanem például a táblázatokhoz, keret, illetve táblázat cella tulajdonságoknak is lehet stílust megadni. Ez szintúgy egy nagyon előnyös dolog lesz benne, egyelőre még nem igazán működik, de következő kiadásokban már ez meg lesz. Aztán, hogy könnyebben lehessen például könyveknél folyamatos, hosszabb szövegeket készíteni, ahhoz nagyon előnyös, van egy külön szövegszerkesztő ablak, ahol nem magát azt a látványt látom, ami meg fog jelenni a végeredményben, hanem csak egy egyszerű sima szöveget, és ahhoz lehet külön stílusokat hozzárendelni, külön beállításokat megcsinálni, ami sokkal gyorsabbá teszi a munkát. Nagyon könnyű bemásolni vagy betölteni egyéb dokumentumokból szövegeket, és ezen a szövegszerkesztőn keresztül könnyen meg lehet formázni, és majd a végeredmény az, amit hát lehet a látvány szerint is megnézni. Másik nagyon jó tulajdonsága a keresés, illetve a cserés problémák megoldására van egy nagyon sok tulajdonságot beállítható keresési opció, amivel tulajdonképpen akár szövegre, akár betűtípusra, akár betűstílusra, színére, kitöltésére lehet rákeresni. És hogy itt a képen látszik, a másik oldalán pedig be lehet állítani azt, hogy azt mire cseréljük. Gyakorlatilag ebben meg tudjuk tenni azt, hogy egy bizonyos szót
akár másik szóra, vagy akár csak más stílusú, vagy más színű dologra cseréljünk az egész dokumentumon keresztül, ami szintúgy sok esetben kedvező, illetve sok dologtól menti meg az embert. Most amit még lehet dokumentumban, ugye képeket emlegettük, vannak vektoros ábrák, amiket egész jól kezel, többek között PostScript, LPS fájlokat, illetve SVG fájlokat. Most ilyen vektoros rajzoknál még egy olyan plusz lehetőség, ami más programokban még nem igazán volt, meg csak külön kiegészítő dolgok beszerzésével. Különféle effekteket lehet tenni az ilyen rajzokra is. Itt a két képen az egyiken ilyen lencse, nagyító, vagy ilyen halszemoptika stílusú torzítást lehet hozzáadni. A másikon például egy ilyen háló mozgatásával lehet különféle torzítási alakzatokat összehozni rajta. És szintúgy nem kell külön elmenteni, nem kell külön megszerkeszteni magát az ábrát, hanem itt programon belül lehet hasonlót elvégezni vele. A másik érdekessége nyomtatás, illetve nyomtatási kép. Ez annyiból kedvező, hogy ugye tudja kezelni színek szempontjából a nyomdai négyszín CMYK szín modellt is, illetve ezt nyomtatás előtt le tudom ellenőrizni. Nem kell külön PDF-et gyártani hozzá, nem kell ahhoz külön olyan program, amivel azt meg lehet nézni, akár színre bontva meg lehet nézni, hanem csak simán a nyomtatási képnél be lehet állítani azt, hogy mutassa ezt a CMYK megjelenítést, a színrebontást, illetve akár tükörképbe is tud nyomtatni, tud úgy színre bontva nyomtatni, hogy feketébe nyomtatja ki ugye négy alapszint. Tehát hogyha most feltételezek egy ilyen dolgot, hogy például valaki szitanyomással foglalkozik, nagyon gyakran működik úgy a dolog, hogy megszerkeztek kis grafikát, azt pauszpapírra kinyomtatja, és ugye arról másolja a nyomóformát magának. Kicsit macerás, hogy a négy színbe kell gondolkozni, de ezzel megoldható az, hogy megszerkesztett anyagot ott színre bontom vele, pauszra ki tudom nyomtatni, akár tükörképbe, akár egyenes állásban, attól függ, hogy milyen nyomtatás kell, és működik és használható. Egyetlen egy dolog, ami jelenleg ebben az 1.4-es változatban, ami most a stabil változata, igazából ezt a CMYK megjelenítést nem tudja megmutatni. Egy korábbi változatnál én már láttam, hogy működött, ennél legalábbis nálam nem tudta megjeleníteni. Magát a nézőképet igen, viszont a színrebontását nem, de ettől függetlenül a nyomtatást meg tudja csinálni. Annyiból problémás a dolog, hogy nem látom előre, hogy ténylegesen mi az, amit ki fogok nyomtatni, de működik. Következő 1.5-ös változatban ez már tökéletesen működik most is, amikor még nem stabilként van kiadva, csak fejlesztői vonalon. Megnéztük, működik benne és használható. Igazából nagyon sok ilyen kedvező dolog van, ami miatt rugalmasan és könnyen használható maga a program, akár kisebb könyvek, illetve kiadványok készítéséhez, akár mint a példában említett Full Circle magazin, amiben tényleg aztán képek, szövegek, hasábok, bekezdés stílusok, mindenféle van, mert a szöveg mellett nagyon sok programkód is van benne, különféle grafikai elemekkel van megpakolva egy oldal, hogy itt is látszik képek, fejléc, embléma, szövegek, minden egyéb. Ez általában olyan havonta olyan 50-60 oldalban jelenik meg, és egész jól lehet vele dolgozni így is. Én a magam részéről nagyjából ennyit tudok elmondani a programról, illetve azt, hogy én ajánlom mindenkinek, aki valamilyen szinten kiadványokkal foglalkozik, hogy próbálja ki, próbálja meg használni, illetve tesztelje magának. Ami talán egy kicsi bíztatásként, én hoztam be kettő
könyvet. Ezt itt bele lehet lapozni. Ebből ez már egy kiadott könyv, ez elvileg csak egy mintakönyv, de mind a kettő a programmal készült. És végig színes képekkel, szövegekkel tele, úgyhogy nagyjából ennyi. Azt tudnám még hozzátenni, hogy akit érdekel kicsit bővebben, az majd a szünetben, illetve utána a, kint a strandon, Full Circle magazin strandján esetleg meg lehet nézni, mert következő kiadással még folyamatban vagyunk, esetleg annak a szerkesztésébe bele lehet tekinteni, hogy hogy is folyik ez. Úgyhogy igazából én köszönöm a figyelmet. Egyetlen egy információt tennék még hozzá, nyilván a hivatalos oldala a scribus.net, ahol a program elérhető, illetve sok információ, illetve hát magyarul valamennyi bemutató információ a programról a két alábbi címen található. És hát még egy olyan dolog, amit az elején kellett volna ugye mondanom, de azt nem tettem meg, úgyhogy most pótolom, hogy a program beszerzése Windows programrendszer alá is működik, Linux alatt is működik egyéb sok megoldásban. Azt nem mondom, hogy ki hol szerezze be, letölthető akár a honlapjukról, akár hogyha Linuxról van szó, én azt tapasztaltam, hogy az átlagos, illetve a nagyobb disztribúcióknál alapban bent van a programok között. Tehát csak telepíteni kell és használni. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, én nagyjából ennyit mondtam volna, remélem azért sikerült érdeklődést felkelteni ez a program használatával kapcsolatban. És hát, hogyha valakinek kérdése van, akkor megpróbálok tudásom szerint válaszolni. Amikor ilyenre van szükségem, akkor mindig óvánkizmában, vagy irodalmában csináltam meg. És két olyan dolog volt, amit mind a kettőről úgy éreztem, hogy célszoftvert tudhatná, és ezekről szeretném megkérdezni, hogy az kihúz és tudja. Az egyik problémám az volt, hogy ha a dokumentumban képeket kell beletenni, akkor egy nem is túlságosan sok oldalú dokumentumnál már hatalmas egy fájlát kell dolgoznom. Tehát a probléma, a megoldási ötletem az lett volna, hogyha a szerkesztés közben kis méretű fájlokkal lehet dolgozni, és amikor azt mondom, most a bugint, akkor lennél a kicsit fel helyett hát a probléma megoldva abból a szempontból, hogy ahogy a komolyabb kiadványszerkesztő programok is használják ezt a dolgot, magában a dokumentumban nem teszi bele a képet. Amikor elmentem a dokumentumot, nincsen belementve a kép, csak a képnek a helyének a linkje. Azért is az előző képek között volt egy olyan képkezelés, ott ugye eleve meg lehet keresni, hogy hol van az az eredeti fájl, ami képet majd oda neki bele kell tenni. És akkor, amikor nyomtatás van, vagy például PDF készítés, akkor ezeket megkeresi és onnét számolja be. Addig csak egy minimális kis nézőképet jelenít meg, és magában a dokumentumban nincsen elmentve maga a képfájl. Úgy, ahogy a Office programokban például bent van. És akkor, amíg szerkeztem a fájlt, is egy sok megabájtos... Viszonylag kicsi, igen, igen, igen. A másik kérdésem az lett volna, hogy a LibreOffice-os szerkesztés során az volt a probléma, hogy az oldaladán ugye elcsúsztanak, mert jobb kész volt az egyik oldalon, akkor az egész többi az csúszik arra. Ezek a kiadás szerkesztő programok, ezek meg tudják csinálni, mondom azt, csak erősítést kérek, hogy azt mondom, hogy már pedig ez a cikk, ez még a harmadik oldalon kezdődik, és az első kettő oldalon elfér a szöveg, akkor valami módon figyelmeztet vagy, vagy állni. Tulajdonképpen úgy működik a dolog, hogy ugye én meghatározok egy oldalméretet, az egy dolog. Most azon felül én teszek fel egy szövegkeretet, amiben vagy belefér a szövegem, vagy nem. Ha nem, akkor nyilván azt jelzi azt, hogy valahol még folytatódna, csak nem fér el. Ha belefér, akkor meg egyértelmű, hogy benne van. És akármit művelek én a dokumentummal, akár törlök belőle oldalt, akár beszúrok oldalakat hozzá, vagy átrendezem a többit. Ha azt nem bántottam, akkor az ugyanúgy ott marad a helyén, ahol van. Ettől független nyilván a szöveg az most alap probléma, hogy vagy belefért, vagy nem, de maga a helyzete, illetve a megjelenítése az ugyanúgy megmarad. Tehát ilyen dolog, hogy amit Office-nál lehetett találni, hogy elcsúszik valami, az emiatt nincsen. Még annyit ez a Office-os dologhoz, hogy
Két napja használom, mert valamit meg kell csinálni gyorsan, és Windows-on kellett használjam, és nagyon jó, hogy nyomdai méreteket tud kezelni, tehát egy Office-ban sose fogsz egy A2-es méretet tudni használni, mert valami a kisebb méretnél megáll a tudománya. Még ha egyetlen egy oldalt kéne megcsinálod, akkor semmi, és szerintem elég kezes, tehát én is sosem használtam profi kiadványszerkesztőt, és szóval semmi nem volt olyan, amit 5 másodpercnél tovább kellett keresek benne. Tulajdonképpen dokumentumkezelésre A0-ás mérettől tudja kezelni a dokumentumot, az meg azért elég nagy ahhoz, hogy dolgozzunk vele. Illetve még egy másik érdekesség, ami ugye most a méretről jutott eszembe, hogy egy Sophos dokumentumban, ha elkezdem például ugye a szokásos A4-es dokumentumot írogatni, akkor arra nincs, vagy nagyon-nagyon macerása van lehetőségem, hogy például a következő oldalom az legyen A5-ös, vagy még kisebb, vagy még nagyobb. Tehát különböző oldalméreteket is tudok kezelni ugyanúgy egy dokumentum belül. Nem feltétlen a kiadvány, de most én ötlet alapján tippeltek egy olyanra, hogy például egy cégnek az arculatát megtervezni. Abban van levélpapír, ami általában A4-es. Van névjegy, ami 50x90 mm-es. Van egyéb más dolog, ami különféle méretek lehetnek. Most egy ilyet egy helyen megszerkeztek, egyben megvan, gyakorlatilag egy gombnyomással PDF-ül is megnézheti, és mégis mindegyik más méret. Illetve akkora, mekkora kell, és nem azt látja, hogy van egy nagy papír, amin van egy kis név, egy valahol a közepén, aztán azt próbálja elképzelni, hogy az mekkora. Köszönöm. Igen? Ugye vannak itt a különböző, tehát a sokszínű képek, hogy ezt részén el kell kinyomtatni, hogy a program maga tudja, illetve hogyha tudja, akkor váltható a szín aláfolyásokat. Tudja kezelni, igen. Magát azt mértéket nem biztos, hogy lehet, de ilyen felülnyomó dolgokat, meg ilyen színkezelési dolgokat valamilyen szinten lehet már, illetve hát a következőkben egyre több, egyre jobb ilyen funkciók is kerülnek be, és hát én azért mondom azt, hogy ez egyre inkább befér a profi dolgok közé. Mert futólag néztem meg az 1-5-ös változatnak most a legutóbbi kiadását, hát sok minden működik. Amit nem mondtam, például egy olyan dolog, hogy lábjegyzet. Külön keretbe beleteszi magát a jegyzetrészt, szövegbe meg lehet használni a hivatkozásnál. És a kerettel rögzítve van, tehát ha mozgatom a keretet, akkor nyilván az megy magával együtt. Viszont ritkán, de látta valóságban el az, hogy írja a profi cikkben a főszerkesztő, hogy abban a cikkünkben, ahol az információ, amelyik a 135 oldalon található. És ilyenkor gondolom, hogy ha menet közben plusz oldalon kerülne be a dokumentumba, az újságba, akkor ezt a számot automatikusan tudja frissíteni a rendszer. Ugye, van ilyen hatószerűség, hogy akkor szerint? Ez egy jó kérdés. Szerintem automatikusan nem biztos, de van benne olyan lehetőség, ugye, ami PDF-nél érdekes, hogy különféle megjegyzéseket lehet szúrni szöveghez, vagy képhez, vagy bármihez, mert az is ugye külön egy keretben van, tehát akármi fölé oda lehet helyezni, amiben lehet akár egy külső webhivatkozás, akár egy e-mail küldési folyamatnak a meghívása, akár annyi, hogy például írok egy tartalomjegyzéket, és a megfelelő oldalra ugrik a dokumentumban a PDF. Eddig, amit mi használtunk, abba ezeket kézzel kellett megadni, tehát nem biztos, hogy ő ezt így automatikusan tudná frissíteni, ha változtatok. Hogy? Most még igen, következő változatban már lesz úgy, hogy meg is tudja csinálni. Ebbe bent van, hogy csináljon, de nem igazán működik még. Következő változatban elvileg már működik is, hogy legenerálja a tartalomjegyzéket. Nyilván azt tudja frissíteni, egyéb ilyen külön hivatkozásokat nem biztos. Azt még eddig nem tapasztaltam, hogy működne. Tehát egyelőre, amit
mi csinálunk, ez a magazin, ebben úgy működik, hogy megvan maga a szövegbe, föl van sorolva a tartalomjegyzék, és akkor külön a hivatkozások hozzátéve mindegyikhez. Most még. És milyen mértékben cserélték le az éles termelés során a szoftvereket erre? Hát megmondom őszintén, hogy én személy szerint teljes mértékben, ahol dolgozok, ott sem ennyire. Tehát hozzáteszem, hogy ez részben magánvélemény a programról. Én személy szerint, mint a minta mutatja, használtam már kiadványokhoz. Hivatalosan nyomdában még nem használták, legalábbis amiről én tudok, ott nem. A LibreOffice-ra 10 éve, nem tudom, a Tőzsdék vezetőjét nem átadványozott kicsi magról, és azóta szívesebben használom, mint hogyha amikor a Microsoft szoftverekkel használom. Az önök szakmájában a többség az hogyan viszonyul ezek a szoftverekhez? Azért használja, mert ingyen van és elviseli a betegségeit, vagy tényleg jobban használható, mint a Hát ez jó kérdés, attól függ, melyik szempontból nézem. Igazából hát nyomdában két dolog van. Általában megvesznek valamilyen kiadványszerkesztő programot, mert illik. A másik dolog az, hogy nyomdában nem igazán használunk olyan programot, hogy Office. Már eleve a hozzáállása miatt. De a probléma nem ez, hanem az, hogy ahány megrendelő van, az annyiféle programba hozza, annyiféle Office programba hozza, és annyiféle egyéb más programba hozza, úgyhogy ha én ezt mindhez meg akarnák venni mindent, akkor a világpénze nem lenne elég. Én is egy nagyon kedves, de megszokott probléma, például grafikai programba, Corel legújabb program kijön, másnap a megrendelő már hozza abba. Tehát jó, és most mit kezdek vele? Semmit. Illetve hát arra is van elvileg, legalábbis remélem, hogy fejlődik annyit, hogy lesz használható alternatíva. Ugyan is van egy grafikai program Inkscape néven, szintúgy szabad szoftver, ami be tudja tölteni akár a Corelnek a legújabb fájljait is. Nem mindig tökéletes még, de hát reméljük, hogy fejlődik és működni fog. Ha egy nyomdász kap egy könyvhez, egy újsághoz valami kiadványhoz alapanyagot, egy formában, mint DXT-vel, meg képre mondjuk GPG-vel, vagy SVG-vel, vagy mindegy, és állapítva a szakemberre, hogy bézes szoftvert, tehát utelvegek használjon, vagy hogy ezt a szívusz, akkor az a többsége az, hogy az egy bézes választja. Valószínű, igen, részben a szabványok miatt még nagyon ragaszkodnak bizonyos dolgokhoz, illetve hát, ha ma úgyis megvan, akkor azt használják. De ez ügyben szintúgy eddigi tapasztalat az, hogy ha valaki megrendel valamit, és hozza az anyagot, akkor azt ő megcsinálta a Word-be. Mi meg szenvedjünk utána, hogy ezt valamilyen formában összerakjuk. Úgyhogy nagyjából ennyi. Jó, hogyha egyéb kérdés nincs, akkor én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és hát remélem azért volt benne olyan érdekesség, ami hasznosnak bizonyul mindenki számára. Köszönöm szépen még egyszer.